A találkozó előtt az NKS 5, a Kecskemét pedig 3 győzelemmel állt a tabellán, így mindkét csapat számára fontos volt a mérkőzés. Az agresszív játékkal indító házigazda 7 ponttal nyerte az első negyedet, a második 10 percben pedig újabb 4 pontot tett hozzá előnyéhez a KKC. A vendégek nem nagyon találták a kemény, gyakran a sportszerűség határa súroló kosárlabda ellenszerét, így a folytatásban sem változott a játékképe. A harmadik és a negyedik negyed egyaránt 4 ponttal lett a Kecskeméti, amely végül 19 pontos győzelmet aratott a továbbra is fokhíjas Nyíregyházával szemben. Azok, amiket elterveztünk, semmilyen szinten nem jöttek be, tehát nem jöttek be a kinti dobásaink. A védekezésünk nem igazán úgy működött, ahogy azt szerettük volna. Annyi, hogy az egész más letámadás ellen aránynak sikerült jól megoldanunk a dolgokat, és abból most nem volt az nagyon sok eladott labdánk, mint ami az előző mérkőzéseken azért jellemző volt a csapatunkra. Hát hiányzott egy igencsak stabil, masszív ember a palánk alól, ami ugye most sajnos nem volt meg, és hiányzott az a srambele való irányítónk, aki ugye fazont adhatott volna ennek a játéknak, sajnos ez nem volt, így teljesen mindegy volt, hogy milyen védekezésre próbálkozunk, annyi 3 pontot kaptunk, ami szerintem másik 5 mérkőzésen nem kaptunk még eddig. Ez a nap sajnos ilyen volt, kikaptunk, nem jó szájízzel jöttünk haza, de hát ez van, bele kell, hogy törődjünk. A következő fordulóban újabb nehéz feladat vár a nyíregyháziakra, mivel a szomszédvár Debrecen otthonában lép pályára Farkasinszky Gyuláné együttese. Utános játékosokról van szó, és ugye itt megint attól függ, hogy ők kit játszhatnak és kit nem játszhatnak. Tehát, hogyha mindenkit, akinek játékengedélye van erre az évre, abból ők mindenkit pályára küldenek, akkor ugye ott egy olyan rangidősek ellen kell játszanunk, amit idegenben nem biztos, hogy meg fogunk tudni oldani, ettől függetlenül nem adjuk föl, minden tekintetben azon vagyunk, hogy megpróbáljuk mérkőzést nyerni. Na most ez ugyanegy nagyon nehéz mérkőzésnek ígérkezik, aztán meglátjuk, készülünk ellenük, aztán ha sikerül jó, ha nem, akkor lesz, ami lesz, akkor a többi csapatra bízzuk a sorsunkat, hogy ők milyen eredményt fognak elérni a következő mérkőzéseken. Az amatőr NV egy piros csoportjának tabelláját a TFS-e vezeti 20 győzelemmel és egy vereséggel a 18-2-es mutatóval álló csatadíjas előtt. A nyíregyházi kosársuli 5 győzelemmel és 15 vereséggel a 11. helyen áll 14 csapatos mezőnyben. A piros csoportból 2 együttes esik ki a bajnokság végén.